Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható december hónapban? Ez egy általános kirakás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, mint például mi várható december hónapban, akkor az személyes és passzol a te helyzetedre. A díjam az 4000 forint. És most megnézzük azt ennél az általános kivetésnél, hogy mit üzennek a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Fölötted nincsenek kártyák. Az utalna a te gondolataidra, és ez azt jelenti, hogy vagy nem engeded meg azt, hogy mások bepillantsanak a te gondolataidba, vagy azt is jelentheti, hogy légy óvatos, ne beszélj a terveidről. Itt látható ez a férfi, ez utal természetesen a férfiakra is, de ha egy hölgy vagy, akkor ez a férfi jelenti a lelki társadat. Itt egy vonalban vagytok, és ez egy jó jel, mert jelenti, hogy van kapcsolat kettőtök között. Sőt, te megjelensz az ő gondolataiban, hiszen a képek itt fölötte jelentik az ő terveit. Változtatni akar valamit a helyzeten, hiszen a gólyák jelentik a változásokat. A madarak a könnyűséget és a kommunikációt, ami azt jelenti, hogy ez a férfi beszélni akar veled. Miről van szó? Barátságról, hűségről és szerelemről. Itt tisztázódik valami, erre utal a nap, persze jelenti a vonzalmat kettőtök között is. Amit itt ez a virág jelent, hogy tisztázódik valami kettőtök között. Jelenti a te ártatlanságodat, vagy az ő ártatlanságát, amit ez a kártya, ez a lilium még jelent a Lenormand kártyáknál, azok a szexuális témák. Mivel ez megjelenik az ő gondolataiban, itt megvan nála ez az elképzelés. Ő ezt szóvá teszi, hiszen itt van a nyitottság, és itt a beszélgetés. A park az jelenti a nyilvános helyet, persze nem szexuális témákról van ebben az esetben szó, hanem jelentheti azt, hogy vagy összefuttok egymással véletlenül a nyilvánosságon, vagy azt is jelentheti, hogy ő felvállal téged, és kimutatja az érzelmeit itt a nyilvánosságon megjelentek. És itt vannak ezek a változások, ami kihat a szerelmi élet területére. Itt mögötted megjelenik ez a virágcsokor. Ez jelentheti a te szépségedet, a nőiességedet, a jó ízlésedet, de azt is jelentheti, hogy lesz egy kellemes meglepetés, vagy ő megajándékoz valamivel. Itt a ház jelenti az otthonodat, vagy a szülői házat, a rokonokat, ismerősöket, a környezetedet, és itt a szerencse, hiszen itt is tisztázódik majd valami, ami a családi kötöttségeket illeti. Ez a virágcsokor és a ház azt is jelentheti, hogy megszépítesz otthon valamit, vagy utalhat egy cég megalapozására is, ami szerencsét hoz, és itt a ház akkor jelenti az alapokat, és ez a virágcsokor a kreatív tevékenységet. És itt ez a kártya, a torony jelenti azt, hogy megvan arra a lehetőség, hogy ezt kiépítsétek, hogy megnagyobbítsatok valamit.
Ez a torony lehet egy hivatalos, vagy egy bírósági ügy is, és akkor a medve jelenti az élet erőt, hogy be tudod bizonyítani magadat, de lehet egy bizonyos személy is, akinek itt szava van, mint például egy bíró. Itt a medve mellett megjelenik a horgony, és az szimbolizálja a munkát és a hivatást. Ebben az esetben ez a medve lehet a főnök vagy a főnöknő is. Itt lesznek változások, szerződések, hiszen a munka mellett megjelennek az utak, és az jelenti a döntéseket. Hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt a kígyó jelentett mellékutakat, és a gyűrű a kapcsolatokat vagy szerződéseket. A kígyó és a fa jelentheti az egészségügyi területet is, lehet, hogy ez a hivatásod. Vagy megvan itt a gyógyító erő, és itt a csillagkép jelenti a spirituális területet. Itt vannak a kapcsolatok, itt ezzel a kulccsal kinyílik egy új ajtó, ezek a lehetőségek. Amit a kígyó még jelenthet, egy nő. És ez lehet egy munkahelyi kapcsolat. Ez a nő vagy idősebb nálad, hiszen erre utalhat a koporsó, vagy azt is jelentheti, hogy a kapcsolat lezárul ezzel a nővel, vagy részletről, de lehet, hogy ez az ő témája, és ő zárja le ezt a kapcsolatot. Itt a könyv jelenti a tudást, vagy a továbbképzéseket. Itt ez összefüggésben áll a munkával, a hivatással, és a kislány lehet munkahely, a gyermekekkel dolgozni, vagy ez a gyermek jelenthet egy új kezdetet. Tehát itt vannak a megújulások, egy új kezdet, ami a munkát illeti, itt vannak a döntések, és a könyv jelenthet egy továbbképzést is. A hegy az utal gyakran a problémákra, nehézségekre, és ez itt útban van, ezért kell egy mellékút, kellenek jó döntések, vagy kell egy kicsit a türelem, mire ez lezáródik. Ez eltarthat a téli hónapokig, mert a hegy az jelképezi a telet. És akkor ez elmúlik, hiszen a kasza elvágja a problémákat. Ez a téli hónap, ez a téli időszak jelentheti a múltat is, az elmúlt telet, hogy ott voltak a nehézségek, a problémák, a viták, a veszekedések, sőt, a hamisság is, hiszen ez a ravasz róka jelentheti a hamis dolgokat, vagy hamis személyeket, de ez elmúlik, hiszen szerencsére itt megjelennek az egerek, és a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Az egerek eltávolítják a vitákat, a veszekedéseket, a nehézségeket az utakból, és az egerek eltávolítják ezeket a hamisságokat. Hiszen lehet, hogy valaki kíváncsi az anyagi helyzetetekre, hiszen itt a halak utalnak a pénzügyi dolgokra, és itt valaki figyeli az anyagiakat, az is lehet, hogy valaki megpróbál kihasználni téged, vagy őt, vagy mindkettőtöket. Itt lehet veszteség úgy december közepétől december végéig, hiszen az egerek el tudják a halakat is távolítani, és a halak jelképezik az anyagi dolgokat. Persze a halak gyakran utalnak a belső értékekre is,
hogy itt vannak fájdalmas emlékek, hiszen nem kaptad eddig meg az elismerést, ő olyan hideg-rideg zárkózott volt, de olyan hirtelen változik a helyzet, és itt a gyermek utal már egy új kezdetre, itt lesz egy jó hír, és ez a hajó jelenti a reményt hozzá. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét december hónapban itt látható. Ha te egy hölgy vagy, te állsz itt a középpontban. Szerencséd lesz az otthonodat, a családot, a környezetedet illetően. Itt megvan a szépséged, mások észrevesznek téged, itt van a nyilvánosság, lesz egy jó hír, egy meglepetés vagy ajándék. Ha vannak bizonyos hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy, akkor itt szerencséd lesz. Van egy idősebb hölgy, aki kihat az eseményekre, de a kártyák azt is jelenthetik, hogy úgy mellék utakon oldódik meg valami, és egy kapcsolat ezzel a nővel lezárul. A fa jelenti a gyógyító erőt, vagy egy bizonyos helyet, ami erőt ad számodra, hiszen úgy érzed, igen, ide érkeztem, itt le tudok gyökerezni. Második hét december hónapban itt látható. Lesznek fontos hírek, beszélgetések a nyilvánosságon is, kiderül az igazság, tisztázódik valami. Megvan az életerőd. Ez a kártya utalhat a munkára, a hivatásra, akkor ez a medve lehet a főnök vagy a főnöknő. Itt vannak ajánlatok, kapcsolatok, szerződések, kinyílik számodra, itt egy új ajtó, ezek a lehetőségek. Harmadik hét december hónapban itt látható. Fontos döntések előtt álltok. Ez a kereszt utal a hitre, vagy utal vallási témákra is, de jelenti a döntéseket, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt a szív, ami a szerelmet jelenti, és ez a kereszt utalhat kármikus kapcsolatra is, amikor a sors utatok kereszteződik. Itt lesznek változások, ami a baráti kört illeti. Itt ez a kutya jelentheti a barátokat. Itt a baráti körben lesznek változások. A kutya utal a hűségre is, hiszen itt mély érzelmekről és szerelemről van szó. Amit a hold még jelenthet, az anyuka vagy az anyai érzelmek, itt újra lesz kapcsolat, és az úgy szívből jön, tehát jó a kapcsolat, javul a helyzet. Itt ez a könyv utalhat az ő zárkózottságára, és ez a hegy a hideg-rideg tartására, ami megbánt téged, de változik a helyzet, hiszen a gólyák jelentik a változásokat, és itt megvan a kapcsolat kettőtök között, pontosan az, amit ő tervez. Mindez, ami megbántott téged, elmúlik, hiszen a kasza eltávolítja a hegyet, az egerek eltávolítják az ostort, mindazt, ami eddig fájt. Itt ügyelj az anyagiakra, hiszen a halak szimbolizálják a pénzügyi dolgokat, és úgy december közepétől december végéig lesznek itt kiadások, hiszen az egerek el tudnak valamit távolítani a halakból is, tehát lesznek kiadások, vagy lesz veszteség. Utolsó hét december hónapban itt látható, ez a férfi áll a középpontban, gondol rád, lesznek változások, nála valaki visszatér a múltból, ez lehet egy külföldi kapcsolat,
itt lesz egy jó hír, a kislány utal az újdonságokra. Ez a levél lehet egy szerződés is, és a hajó nem csak a külföldi kapcsolatokat jelenti, hanem a reményt is, hogy javul a helyzet. És mindaz, ami átláthatatlan volt számára, elmúlik, hiszen ebben a sorban megjelenik a kasza, lezárja ezeket a témákat, sőt, a kasza eltávolítja a hamisságokat, vagy egy hamis személyt az életetekből. Ebben segítenek az egerek, hiszen az egerek eltávolítják szintén ezt a ravasz rókát. De, mint mondtam, ügyeljetek az anyagiakra, mert az egerek a halakat is el tudják távolítani, hiszen a halak jelentik a pénzügyi dolgokat, de a halak jelentik a belső értékeket is. Ezt is el tudják az egerek távolítani, és lehet, hogy úgy érzed, hogy nem kapod meg a megbecsülést, vagy ő sértődött, és ő érzi így magát. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.